A kialakult járványügyi helyzet miatt egyre több munkahely és közintézmény mondja le a területére szervezett úgynevezett kiszállásos véradásokat. Mint azt a Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, az elővigyázatosság szükséges és érthető, ugyanakkor a külső véradási események lemondása a véradások csökkenését eredményezi. Viszont a vérellátás biztosítása a vészhelyzetben is kiemelt feladat, ezért mindenki segítségére szükség van. A járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátásokhoz, különösen a gyermekgyógyászat, a szülészet, a szívsebészet, az onkológia, a hematológia, a transzplantáció területén. A véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be a jelenlegi járványos időszak alatt sem, ezért továbbra is számítanak az egészséges lakosság segítségére. A Vöröskereszt Dunajvárosi Szervezete az egyes számú rendelőintézetben található transzfúziós osztályon tartja jelenleg az összes vér. Az elmúlt héten 47 véradónak tudtak köszönetet mondani a segítségért. Az önkénteseket legközelebb március 26-án 13 és 16 óra között várják, aztán március 31-én, április 2-án és április 7-én, mindhárom napon 8 és 10 óra között. Az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátása folyamatos feladat, amelyhez elengedhetetlen a véradók segítsége, hiszen az emberi vér csak emberi vérrel pótolható. Mint azt a Vöröskereszt jelezte, tovább nehezíti a vérellátás helyzetét, hogy a közösségi oldalakon téves információk is megjelentek a koronavírussal és a véradással kapcsolatban. A koronavírus, ahogy az élet minden más területére, természetesen veszélyt jelent a vérellátásra is. A veszély azonban nem abban áll, hogy a koronavírus a vér átömlesztések során megfertőzheti a betegeket. A koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább. Legnagyobb veszélye az, hogy betegség miatt meghiúsul a betegellátáshoz szükséges vérek levétele. Hangsúlyozzák, hogy a véradásokon nem történik koronavírus szűrés, kéri, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra. A jelen járványügyi helyzet miatt szigorítást is bevezettek. Az országos vérellátó szolgálat arra szólítja fel a lakosságot, hogy ne jelentkezzen véradásra, és ne lépjen a véradás területére az a jelentkező, aki az utóbbi egy hónapban külföldön járt, akinél kimutatták a koronavírust, vagy olyan beteggel érintkezett, akinél kimutatták, akinek hirtelen megjelenő betegsége volt, például 37,5 foknál magasabb láz, izomfájdalom, köhögés, légszomj, erős fáradék. A bevezetett korlátozásokra azért van szükség, hogy megóvják a véradásokon résztvevő véradók és a dolgozók egészségét. A további véradásokról a Vöröskereszt honlapján is lehet tájékozódni.